Szerbusztok gyerekek, én Agárdi Hajnalka tanítónéni vagyok a Jóvá Mikitj általános iskolából. Első osztályosaim vannak, és itt a segédem, a Cicó, aki velem dolgozik egész évben, és veletek közösen a tantermünkben, és most itt a tévé előtt is. Hát ma éppen szombat van a felvételezésnél. Valószínű, hogy te nem szombaton fogod nézni ezt a filmet, de minden esetre szombaton piacra szoktunk járni. Így van? Igen. Így van, hogyha ránézünk itt a képünkre, nagyon sokféleképpen látsz ilyen, aki már tud esetleg néhány betűt, meg is ismeri őket, vagy pedig esetleg el is tudja a nagy nyomtatott betűket olvasni, vagy a kis nyomtatott betűket olvasni, és azt írja, mit ír Cicó, olvas csak el nekem, te tudod ma, nagy nyomtatott betűket ismered, azt én tudom. Nézzük csak, tehát piac, vagyis piac. Hát akkor induljunk, vegyük a kosarunkat, kinek szatyra van, az a lényeg, hogy vigyünk magunkkal valamilyen táskát, amiben belepakolunk, hogy ne nylon zacskókba rakodjunk, vigyázzunk a természetre, már kiskorba szólj anyunak is, hogy ne felejtsd a kosarat, abba jobb belepakolni. Jó? Hát akkor induljunk a piacra. És hogyha már megindulnánk, a Kaláka Együttesnek van egy nagyon jó dala, ugye a görög dinnyét ilyenkor még mindenki szereti, hát azt is a piacon lehet venni. Úgyhogy menjetek fel erre a linkre, és nézzétek, még hallgassátok meg egy nagyon vidám kis dal a görög dinnyéről, egy kis bemelegítőnek, hallgassátok meg. Szereted a görög dinnyét? Hát a Cicó nem annyira szereti, de a gyerekek biztos sokan szeretik, úgy van? Én szeretem. És nézzük, akkor induljunk közösen a piacra. Hogyha megnézzük ezt a képet, a könyvünkben kinyitod a... Mutatom is azért, hogy tudjuk. Most már ismeritek jobban ugye az ABC-s könyvünket. A 11. oldalon, ez 2-1-esből áll, már komoly számjegy, ugye, hogyha ezt látod, ez a 11-es, ezen az oldalon kell kinyitni, és mindjárt meg is nézzük, hogy mit is látunk ezen a képen. Hát mivel piaca sokféle van, nálunk is Szabadkán, biztos, hogy nálatok is van, hát piacon nem hiszem, hogy van olyan gyerek, aki még nem járt, ugye. Tehát nézzük meg, hogy mit árulnak ezen a mi piacunkon. Ha megnézed, sokféle portéka van, méghozzá, ahogy elnézem, Cicó, ez a ti kedvenc ételeid vannak itt? Hát, ahogy elnézem, a Cicó egy kicsit fintorog, nem épp az ő kedvenc ételeit árulják ezen a piacon, mert itt általában gyümölcsféléket látunk, tehát ez ilyen gyümölcspiac lehet, azért is mondom, tehát ez ilyen összefogó név, és a gyümölcsök, ugye sokféle gyümölcs van, mondjál nekem gyorsan egy gyümölcsöt. Alma? Hát így van, az alma is. Biztos, hogy szeretitek és eszitek is az almát. Minden nap egy alma, az nagyon egészséges. Anyu is eheti, nem csak te, úgyhogy egyetek közösen, és néha lereszelitek, egy pici cimetet szórtok rá, az még külön nagyon finom. Nézzük csak, mi mindent árul ez a bácsi ezen a piacon. Nála lehet, tehát gyümölcsöt lehet kapni, mint mondtuk. Milyen fajta gyümölcsök vannak? Van, hogyha nézed, dió, van szilva, körte, az most érik. Nálam van egy óriási 100 éves fa, rengeteg körte van rajta, úgyhogy meg is csodálta, épp egy kislány a nagymamájával sétál, tehát szereti a gyümölcsöt, úgy látszik. Akkor... És hát különféle gyümölcs, barack, alma, hát most ezt úgy, ha kitaláljuk, hogy ez milyen fajta dolog lehet, ez lehet citrom, igen, csak így elég nagynak néz ki, de minden esetre az a lényeg, hogy gyümölcsfélék. Hány gyümölcsöt látsz a kisképen, írd a számot a köröcskébe. Na most, mivel ti még a számokat nem tanultátok, akkor én azt ajánlom, hogy ne számot írjatok a köröcskékbe, hanem így, ahogy van a köröcske, hogyha egy gyümölcs van, akkor egy golyócskát rajzolj bele. Hogyha kettő, akkor kettőt rajzolj bele. Hogyha három, akkor hármat rajzolj bele. És hogyha esetleg négy, akkor négyet.
ötig elmegyünk, a többit nem rajzolom. Tehát ilyen kis golyócskákat rajzolj bele, aki pedig esetleg ügyes, és tényleg tudja a számokat, az akkor akár be is írhatja. Egy kis segítséget azért adok, de azért, hogy pontosan tanuljátok meg, azért nem akarom én most azt mondani, hogy most számmal írjátok, hogy egy utána ilyen fordított be, mert van, aki ilyen fordítottat is ír rám, úgyhogy akkor inkább rajzolj be a három golyót. Ez itt a négy, és ez itt az öt. De minden esetre, aki ahogy feltalálta magát, úgy bejegyzi. Tehát hány körténk van? Cicó, mutassuk. Egy. Igen, akkor egy golyó. Akkor nézzük csak meg, hogy a szilvából hány szilvánk is van? Számoljuk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hú, hát ide már hatot kell, tehát még többet, mint amit felírtunk. Akkor nézzük, hány dió van. Egy, kettő, három, négy, öt. Na ide egy ötös mindenki adhat magának, akár golyóval. Most ilyen jó napunk van, hogy ötöst adhatunk saját magunknak. Szőlőből van egy fürt, akkor ez ilyen barack lehet szerintem, ez kettő. Almából szintén egy, kettő. És ez a citrom, hogyha jól mondom, akkor egy, kettő, három. Tehát ide három golyót, vagy aki nagyon ügyes, berajzolja a hármat. És hogyha ezt elkészítettétek, akkor a könyvet félretehetitek. És akkor, ha ezt a linket megkeresték, a Nagyi mesét, a zöldségesek és a gyümölcsök, egy szép mesét hallgathattok meg a YouTube kanálison, próbáljátok ki. Nézzétek meg, milyen szép dinnye, milyen zöldségfélék vannak a kosárba. Érdemes a mesét is meghallgatni, szépen beszél a piacról, mesél nektek majd. Ki szokott a Nagyival piacra járni? Biztos, hogy sokan. Lehet, hogy többen is, mint az anyuval, ugye? Úgyhogy akkor még azért is érdemes megnézni. És akkor egy kis játék, nehogy unatkozzunk, ugye? Ujjainkat mozgatjuk, nézd csak, karjainkat forgatjuk, forgass csak meg, előre-hátra hajolunk, tehát előre-hátra hajolunk, és a végén tapsolunk. Na, most még egyszer én mondom, és akkor próbáljátok csak csinálni. Azt mondja, hogy ujjainkat mozgatjuk, karjainkat forgatjuk, előre-hátra hajolunk, és a végén tapsolunk. Tehát egy pici mozgás is kell, ugye, nekünk ebbe a nagy munkába. És akkor készít, ugye megnézzük még egyszer, hogy el ne feledjük, hogy hogyan kell helyesen fogni a ceruzát. Vagyunk jobbkezesek, vagytok balkezesek, tehát ugye a bal kéz, jobb kéz, ezt nem árt tudni. Amikor megfordulsz, akkor persze, hogy itt van a jobb, itt a bal. Tehát mindenki, ki melyik kezével ír, az nem baj, csak ügyelj arra, hogy hogy tartod a ceruzát, alól kitámasztod, fönt megfogod, és még a hüvelykujja is jól összefogod. Tehát ez a három ujjaddal indul szépen föntről, és könnyedén lehet vele dolgozni. Ez a sok, ez nem jó. Így nem lehet. Megfájdul a kezed, már itt fáj, amikor egy picit írok vele. A bal kezesek szintén ugyanúgy kitámasztják, megfogják, és utána indulnak, most ki, ahogy akinek, ahogy jól esik, úgy fogja indítani a rajzolását. Na, és akkor, hogyha ez megvan, akkor megnézzük, egy nyitott kört rajzolunk ma, hát ez nem nehéz, aki ügyes, tehát innen indulsz, itt van egy pont, és akkor jobbra, vagyis így errenek egy balra indulsz, kerekíted, és megállsz. Tehát nem kell bezárni. Ez a c, mint cica, majd egy betűre hasonlít, aki ismeri, akkor már hasonlít rá, de ezt most nem mind betűt, hanem mind csak vonalat gyakoroljuk. A tetőtér és a lakótér. Föntről indulsz, kerekíted, és itt megállsz. A lakótérbe kerül a kis vonalka, vagyis a kis nyitott kör, és a nagy nyitott kör pedig újra tetőtér és a lakótér közé fog kerülni. Ügyelj arra, hogy mindig legyen távolság, amikor majd írni fogod. Ezt most még csak közösen megnézzük, próbáld ki a levegőben, és csak én is erre állok, így könnyebb, hogyha föntről le kerekíted, és így megállsz. Hogyha én erre mutatom, akkor indulok föntről, szép kerekhassal, és itt lent megállok. Kicsibe ugye persze könnyebb, föntről kerekíted, és megállsz.
még egyszer nagyba lehet. Akkor próbáld ki az asztalodon. Föntről lekerekíted, megállsz. Nem usz egyszerúzával. Most én megmutatom a táblán is. Ugye, föntről lekerekíted, és megállsz. A füzetedben, majd ebbe az üres, sima füzetben ki lehet próbálni szintén, nézd csak, tehát föntről kerekíted, és megállsz. És utána veheted a grafit ceruzádat, ugye mondtuk, a grafit ceruzá ez a fekete, amivel írunk, és a törlőgumi minél kevesebb, de ha kell, azért használjuk. Tehát akkor kisebbet, nagyobbat, amilyet akarsz, és akinek van kedves cicája, mint nekem a cicó, akár ide rajzolhat egy cica fejet is, vagy egy cica farkincát, akinek mi könnyebb. Hát és hogyha ezt kipróbáltuk már, akkor itt a 11. oldalon, azt már egyszer fölírtam, hogy hogy néz ki, akkor kinyitjuk ezt a mi másik könyvünket, a Tanuljunk olvasni, és megnézzük, milyen feladatok vannak ebben. Anya sok mindent vett a piacon, rakd a kosárba a gyümölcsöket. Tehát nem mindent, amit vett, hanem kizárólag a gyümölcsöket. Na most az a kérdés, hogy miből van több, vagy miből kevesebb, de az az egyszerű, hogy elmondjuk, hogy hol mit látunk, és akkor mindjárt tudni fogod. Na, cicó, figyel, és segítesz. Azt mondja, hogy ez burgonya, vagy krumpli. Ugye többféleképpen van neki még más neve is. Gyümölcs? Nem. Akkor őt nem fogjuk a kosárba vezetni. Nézzük csak ő. Bab. Gyümölcs? Nem. Akkor őt se vezetjük a kosárba. Alma? Ez igen. Akkor fogsz ceruzával is oda vezeted, és nézzük csak a szilva. Igen, igen, cicu azt mondja a gyümölcs, ugye szerintetek is, akkor pedig őt is ide bevezetjük a kosárba, és nézd csak ide, káposzta azt mondja. Vajon ezt a káposztát jól vezette be, aki vezette? Nem, ez kitolt veletek, tehát őt nem szabad, de viszont ilyen vonala kellene. Tehát a káposzta nem megy a kosárba, hanem mi megy majd a kosárba? A mellette lévő szőlő. Így van. Utána paradicsom belemegy a kosárba? Nem, ő ugye nem gyümölcs. És ő pedig a paprika, ő pedig szintén nem megy, mert nem gyümölcs. Tehát, ügyelj, ez volt a becsapás, mert ő nem gyümölcs. Van, aki jobban szereti a káposztát, mint a gyümölcsöt? Hát, lehet, hogy igen, de én azt hiszem, hogy többen a gyümölcsöt szeretik, mint a káposztát, de kell mind a kettőt enni, mert mind a kettő egészséges. És akkor nézzük csak, van nekünk, milyen zöldségből készül a leves, rajzolja a fazékba és színezd ki. Na most, hogyha ezt megnézed, sok-sok fajta gyümölcs van. Én is készítettem, azért én is szeretek rajzolgatni, és készítettem egy ilyen lábost, fazekat, ugye, abban több dolog belefér, és én néhány zöldségfélét ide tettem, de akaratlan nincs kifestve, mert ugye neked kell kiszínezni. Nézzük, mit tettünk a lábosba. Lehet, mondja csak, cicó? Igen, sárgarépa, paprika, borsó, paradicsom, hagyma. Aki más szeret a levesbe, azt teszi bele. Az a lényeg, hogy ki melyik zöldséget szereti, olyat, azt fogja ide rajzolni. Na most kétféleképpen lehet ezt kitölteni. Egy pillanatra tovább megyek, majd mindjárt visszajövök. Itt mutatok is egy pár képet, hogy mi mindent lehet föltenni. Ugye van kelkáposzta, paprika, tehát sok mindent bele lehet tenni ebbe a levesbe, egy kis segítségként majd. És ugye itt van, azért rajzba is megvan. És akkor, hogy próbáld meg, megrajzolod, na most lehet csak ide rajzolni, de van, aki átlátszó vagy üvegedényben dolgozik, akkor akár be is láthatunk úgy, mint ahogy én is rajzoltam. Tehát ahogy, ha nagyon sok zöldséged van, akkor átlátszó lábosba is, fazékba is lehet rajzolni, ha nem, akkor pedig ugye nem. Itt van, te minek örülnél, színezd ki a megfelelő fejecskét, ez egy kis önálló feladat lesz, tehát amit szeretsz, amit örülnél, hogyha kapnál, akkor ki fogod festeni a kis
arcocskát. És utána folytasd a nyitott körök rajzolását, a nyíl mutatja az irányt. Tehát mi már kipróbáltuk, hogy hogy is néz ki ugye a füzetben. Még egyszer figyelj csak ide, tehát föntről indulunk, kerekítjük és megállunk. A kisebbet föntről kerekítjük és megállunk. Hagyjál ki mindig egy újnyi távolságot, és ugye akkor szebb lesz. Az lesz a feladatod, hogy ezt a sort végigírod, tehát föntről kerekíted és megállsz, egy újnyi távolság, és föntről kerekíted és megállsz. És ugyanúgy az alsó sorban is. És hogyha ezt elvégezted, az első füzetemben szintén két sorba rajzolsz. Lehet egy nagy sor, egy kis sor. Ahogy tetszik, vagy lehet, hogy egy nagy, egy kicsi, egy nagy, egy kicsi, egy nagy, egy kicsi, azt már el is döntheted. Az a lényeg, hogy gyakoroljad, és kettő sort, hogy elkészítsél. A füzetünkbe pedig ide mondtuk ugye, hogy akár cicát is lehet rajzolni. Na és akkor már, hogyha a piacon voltunk, főztünk ebédet is, megnéztük a zöldségeket is, ezt a mi lábosunkat is, azt mondja, itt van egy kis, azt mondja, ég a gyertya, ég, el ne aludjék, mese tündér, jöjj el hozzánk, mondj egy szép mesét. De miért is? Hát mit árulnak a piacon? Van egy ilyen szép mese, szintén erre a linkre, hogyha felkattintasz, akkor meglátod, ebbe a kis mesébe, látod, itt mozognak is, vásárolnak is, meglátod, hogy miről szól ez a mese, hallgasd meg. És a másik, menj el a nagymamával vagy anyukával a piacra. Itt van, és Nándi mese, ez is piacos mese, ezt a linket is, hogyha megkeresed, YouTube-ra felmegy, nagyon érdekes, szép kis történeteket hallgathatsz meg. És egy mondókával azt mondja, viszi-viszi vására, cicajul a hátára, sót vegyenek, paprikát vegyenek. Miért szokták, amikor felkapja az apuka a gyereket, hogy nehéz, mint a sózsák, ugye? Azért is szokták, mert hát a só az nekünk fontos, ugye ízesítő dolog is. És hogyha így ezt végighaladtuk, akkor azt mondjuk, hogy voltunk a piacon ma, bevásároltunk, meg is főztünk, akkor most dolgozzunk a füzetbe egy kicsit, és hogyha ügyesek voltatok, akkor menjetek a szabadba játszani. Egyetek meg egy almát. A viszontlátásra majd találkozunk. Viszlát!